Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól, május 16-ára és május 17-ére. Május 16-án teli hold van, és egyben egy hold fogyatkozás. A hold fogyatkozásoknál és a nap fogyatkozásoknál is mindig kármikus témákról van szó. Ezúttal a múltról és az érzelmeinkről. Itt lesznek kármikus témák, emlékek, mégpedig az, amit átéltünk a korábbi életünkben. A hold az indiai számítás szerint a Szkorpión jegyében van, a víz elemében, tehát érzelmekről van szó. Itt meg lesz most a transformáció. A nap az áttért a Bika jegyébe. Nem csak erre a teliholdra hat ki, ami megvilágít valamit az életünkben, hanem jelenti a havi témát is. A Bika jegyénél gyakran anyagiakról van szó, vagy a természetről, mint például kerti munkáról, de a belső nyugalomról is egy szép környezetben. Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat, tehát így azért kihat ezekre a kármikus eseményekre, ezekre a kármikus emlékekre. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak sorsdöntő kapcsolatok, változások és döntések. Szaturnusz bolygó az indiai számítás szerint a vízöntő jegyében van. Most így hónap közepén vagy hónap végéig lelassítja a mozgását. És ez kihat a sors utunkra. Kis lépésekkel haladjunk előre. Szaturnusz bolygó lelassul ugyan, de nagyobb a fénye, tehát megvilágít valamit az élet utunkon. Szaturnusz bolygó most a napokban találkozik Deneb Algebi csillaggal. Tehát Deneb Algebi csillag kihat most ránk, kihat a sors utunkra. Az a különlegesség ennél a csillagnál, hogy nem úgy mozog, ahogy elvárnánk tőle, hanem olyan egyéni, ahogy ez ránk hat, hogy lesznek itt kapcsolatok, vagy külső befolyás. De másképp indulnak a dolgok, ahogy mi ezt elvárnánk. Itt lesznek olyan külön utak, vagy mellékutak, hogy így, hogy úgy, tehát nem lehet kiszámítani azt, hogy milyen hatással közeledik most valaki hozzánk. Mert ez olyan egyéni lesz ez a mozgás. Ez kihathat a politikai eseményekre is. Mars bolygó 17-én elhagyja a vízöntő jegyét, és áttér a halak jegyében, ahol Vénusz bolygó van. És itt a halak jegyében találkozik Mars és Vénusz, a szerelem bolygója. Itt érzelmekről lesz szó, hiszen a halak jegye a víz eleméhez tartozik, és az szimbolizálja az érzelmeket. Itt folyamodnak az események. Az indiai számítás szerint itt a halak jegyében van Neptun bolygó, szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, a reményeket, és itt van Jupiter bolygó, az indiai számítás szerint, ami szerencsét hoz. Tehát itt folyamodik valami, előre megy valami, ami a párkapcsolatot illeti. Van egy nagyon szép csillagkép, ami most kihat az életünkre, és ez Berenikének a haja, így nevezik ezt a csillagképet.
Ehhez van egy történet. Berenike az egy egyiptomi királynak a felesége volt. És ennek a királynak el kellett mennie a háborúba. Berenike várt a férjére, és megígérte Afroditének, a szerelem istennőjének, aki nem más, mint Vénusz bolygó, ha visszatér a férje, akkor levágja a haját, elviszi a templomba, oda az oltárra. A férj visszatért a háborúból, Berenike az, amit megígért, azt megteljesítette, tehát levágta a haját, elvitte a templomba az oltárra, de mi történt? Másnapra eltűnt innen Berenikének a haja. És az istenek úgy gondolták, hogy mivel olyan hálás volt, ezért hálából ők a csillagképen megjelenítik Berenikének az arany haját. Ez azt jelenti számunkra, ha valaki visszatér hozzánk, és rendeződnek a dolgok, ha lezárult egy háború, vagy egy olyan helyzet, ami kihívásukat idézett elő eddig, akkor mondjunk érte köszönetet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!